Köszöntöm a kedves televízió nézőket! Mai 107 című rendőrségi magazinunkban híreket hallhatnak a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén augusztusban történt fontosabb rendőri eseményekről, garázdaságokról, körözött személyek elfogásáról, egy közúti közlekedési baleset vizsgálatáról, valamint megelőzési jellegű tevékenységeinkről. Büntetőeljárás indult két tapolcai férfi ellen, akik a helyi buszpályaudvaron lerugdosták és összetörték a kukákat. Augusztus 10-én reggel 8 órakor érkezett egy állampolgári bejelentés arról, hogy a tapolcai buszpályaudvaron található hulladéktárolókat ismeretlen személyek lerugdosták a helyükről és összetörték. A kiérkező egyenruhások adatgyűjtése alapján egy 16 és egy 18 éves helyi fiatal került a rendőrség látókörébe, akiket augusztus 12-én délelőtt otthonaikban igazoltattak a rendőrök. A két férfit gyanúsítottként hallgatták ki a tapolcai rendőrkapitányságon, és ellenük garázdaság vétség elkövetésének megalapozó gyanúja miatt büntetőeljárás indult. A simegi rendőrök augusztus 29-én a délutáni órákban igazoltattak Dabroncon egy helyi lakost, akiről kiderült, hogy a szombathelyi országos büntetés végrehajtási intézet körözést bocsátott ki ellene. A 20 éves nő a rá jogerősen kiszabott elzárás büntetés letöltését nem kezdte meg. Az egyenruhások a körözött szemét előállították a simegi rendőrösre, majd a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság fogdájára szállították. Vádemelés kezdeményezésével zártak a tapolcai rendőrök egy egyedi azonosító jellel való visszaélés miatt indított nyomozást. Az egyenruhások április 21-én, 10 óra előtt nem sokkal, Tapolca belterületén állítottak meg egy tehergépkocsit, melynek platója különböző fémhulladékokkal és egy zöld színű gépjármű alkatrészeivel volt megrakva. A 23 éves lesencefalui járművezető a hulladékok, illetve a tehergépkocsin lévő gépjármű származását nem tudta megmagyarázni, a ruházat átvizsgálás során pedig a férfi zsebéből előkerült az autó kivágott alvásszáma. Gyanúsítottként történő kihallgatásakor elmondta, hogy a 29 éves falubeli barátjával előző nap bontottak szét egy Ausztriából idehozott gépkocsit, és az alvásszámát kivágták. A két férfi ellen egyeni azonosító jellel visszaélés büntette miatt folytatott nyomozást a tapolcai rendőrök a napokban befejezték, és az ügy iratait vádemelés kezdeményezésével adták át az illetékes ügyészségnek. A tapolcai rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya nyomozást folytatott közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Egy 48 éves budapesti nő július 19-én 17 óra magasságában Szentbékála külterületén közlekedett gépkocsijával. Haladása során azonban egy útkereszteződésnél nem adott elsőbbséget egy 41 éves segédmotorkerékpárral közlekedő férfinak és összeütköztek. A baleset következtében az orvosi szakvélemény alapján a férfi súlyos sérüléseket szenvedett. A tapolcai rendőrkapitányság bíróság elállítási javaslattal fejezte be a nyomozást. A tapolcai rendőrkapitányság munkatársai a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályával közösen a Házhoz megyünk program keretében Réfülöp polgárait szólították meg a bűnmegelőzés jegyében augusztus 16-án. A település lakosait és az ott nyaraló vendégeket hasznos vagyonvédelmi tanácsokkal látták el, továbbá felhívták figyelmüket a nyári idegenforgalmi szezonra jellemző jogsértésekre, a közlekedés veszélyeire és a megelőzés lehetőségeire. A rendőrök hangsúlyozták a megjelenteknek, hogy ne hagyják az autóban személyes irataikat, táskáikat, értékeiket. A parkolóban hagyott gépkocsik ajtajait pedig minden esetben zárják be, az ablakokat húzzák fel, valamint ne feledkezzenek meg a beépített riasztó berendezések bekapcsolásáról sem. A nap zárásaként a Bike Safe programban regisztráltathatták kerékpárjaikat az érdeklődők, míg a legkisebbek közlekedési tudásukat tesztelhették az ideiglenesen felállított minikressz pályán. A kerékpárral közlekedők augusztus 24-én délelőtt a Balaton-Edericsi delta elágazónál a 71-es és a 84-es számú főútvonal kereszteződésénél találkozhattak a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság, valamint a tapolcai rendőrkapitányság bűnmegelőzési szakembereivel. Az érdeklődők a Bike Safe program keretein belül egy országos nyilvántartási rendszerbe regisztráltathatták kerékpárjaikat. A regisztrációkor minden a kétkerekűre vonatkozó adatrögzítésre kerül, amely egy későbbi bűncselekmény esetén megkönnyíti a hatóságok munkáját. A nyilvántartási rendszer segítségével beazonosíthatóvá válnak a kerékpárok, és így azok nagyobb valószínűséggel kerülnek vissza jogos tulajdonosaikhoz.
Az egyenruhások mindemellett hasznos bűnmegelőzési tanácsokkal látták el az állampolgárokat, hogyan óvhatják meg értékeiket minél hatékonyabban, és miként kerülhetik el az áldozattá válást. A Tapolcai Rendőrkapitányság toborzó csoportja a Készenléti Rendőrség munkatársával közösen augusztus 28-án délelőtt a Hegymagasi és a Badacsony-Tördemici önkormányzatokon folytatták toborzó munkájukat. A személyes beszélgetéseken egyrészt a határvadászképzés felvételi követelményeiről, másrészt a rendőrséget érintő egyéb kérdésekről is tájékoztatták az érdeklődőket. A jelenlévők hasznos információkat kaptak a határvadászképzésről és a jelentkezés feltételeiről, valamint a rendőri hivatásról. A toborzás és a képzésre jelentkezés folyamatos, jelentkezni, illetve a határvadászképzésről tájékozódni a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság humánigazgatási szolgálatán, valamennyi rendőrkapitányságon és rendőrőrsön, illetve a rendőrség honlapján lehet. Szeptember 1-én újra kinyitották kapuikat az iskolák, és megkezdődött az idei tanév. Sok kisgyermeket visznek szüleik, nagyszüleik a bölcsödékbe és az óvodákba is. Éppen ezért a Tapolcai Rendőrkapitányság felhívja a közlekedők figyelmét, hogy fokozott óvatossággal, kellő körültekintéssel közlekedjenek, hiszen reggelente megnövekszik a forgalom a tanintézmények környékén. A közlekedési balesetek megelőzése érdekében kérjük, tartsák be az alapvető szabályokat, melyeket a KRESZ ír elő, akár gyalogosan, akár valamilyen gépjárművel közlekednek. A tanévkezdéshez kapcsolóan 2017. szeptemberében is a reggeli és a kora délutáni órákban, amikor a gyerekek iskolába, illetve onnan hazamennek, egyenruhás rendőrök teljesítenek szolgálatot a tanintézményekhez közeli gyalogos átkelő helyeknél. A rendőrök segítik a gyermekek biztonságos közlekedését és ellenőrzik a gépjárművezetőket. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Következő adásunkban ismét beszámolunk városunkat és a környező településeket érintő bűnügyekről, közútjainkon történt közlekedési balesetekről, illetve toborzási tevékenységeinkről.